A szüreti eseményhez köthető néphagyományok felelevenítésével a gyerekek megismerkedhetnek többek között a szőlőpréseléssel, és vidám szürethez kapcsolódó dalokat is megtanulhatnak. A részletekről Nagy Tibornét, a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgató helyettesét kérdeztük. A mai délelőttön a Madarász Imre Egyesített Óvoda székhelye és Táncis 19-es tagovodája közösen egy szüreti mulatságot rendez a családok bevonásával. Az elmúlt hetekben a gyermekek ismerkedtek a szüreti hagyományokkal, az őszi szüret munkálataival. A mai délelőttöt a családok támogatásával tudjuk megvalósítani. A mai reggelen már a szülőfürtöket szemezgettük a gyermekekkel, és a délelőtt folyamán különböző játékos tevékenységekkel készültünk a gyermekek számára. A szőlőszemekből mustot fogunk préselni, illetve a gyermekek morzsolhatnak kukoricát, diót törhetnek, különböző szüreti játékos, mozgásos feladatokat végezhetnek, illetve itt a mögöttem látható egy szüreti témájú molinó, mely mögött fotózkodhatnak a gyermekek, kézműves tevékenységekkel is készülünk, illetve népi hangszerjáték, citera, muzsika is várja majd a gyerekeket. Nagy Tiborné hozzátette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az óvodai mindennapokban a néphagyományok átörökítésére, a népszokások megismertetésére. Elmondta, fontos, hogy itt az óvodában is közösen, együttesen megéljék a gyermekek ezeket az élményeket, megismerjék ezeket a tevékenységeket, szokásokat. Elmondta, a gyerekek nagyon várták már ezt a napot, és izgatottan vágtak bele minden programba. Nagyon várják a gyermekek, már nagyon sokat dolgoztak is a mai nap folyamán, és nagyon várják, hogy végre megkóstolhassák majd a szőlőfürtökből kipréselt mustot. Nagyon ügyesek a gyermekek, nagyon motiváltak minden ilyen jellegű tevékenység iránt. Sok ismerettel is rendelkeznek, hiszen nagyon sok családnak van kertje, akár az otthon, az udvaron megteremnek ezek az őszi gyümölcsök, és vannak ismereteik a gyermekeknek, és tevékenyen részt is vesznek otthon a családi millióban a gyermekek ezekben a munkálatokban. A képeket elnézve a rendezvény elérte célját, felelevenedtek a szüreti hagyományok a karcagi óvodákban is. Minden korosztály jól érezte magát, és ez a legfontosabb.